Valahol azt olvastam, hogy Finnországban évente 13-14 ezer könyv jelenik meg, és ebből 4500 új regény. Ekkora kínálatban mekkora esélye van egy pályakezdő írónak, hogy felfigyeljenek rá és sikeres legyen? Actually, az új íróknak és költőknek könnyű dolguk van igazából, mert a híres Helsingi Sanomat nevű lap nagyon sokat finanszíroz az új írók közül. Leginkább a prózát támogatják, de természetesen az egyéb íróknak is, költőknek is van esélye terephez jutni. Természetesen ezt a többi újság is látja, és ők is igyekeznek a megfelelő mennyiségű felületet adni ezeknek az új íróknak, viszont később a második könyvkiadása már sokkal nagyobb nehézséget okoz. For the second book. Mikor és miért fordult az írás felé? Well, I have always been writing. Mindig is írtam tulajdonképpen, amikor már egészen kicsi voltam, és nem tudtam rendes betűkkel, hanem nagy nyomtatott betűkkel. Már akkor verseket írtam, rövid történeteket, novellákat. Úgyhogy tulajdonképpen mindig írtam. Miután elkezdtem én, ez tulajdonképpen egy hullámzó periódus volt. Periódusok váltakoztak az életemben fent is lent az írással kapcsolatosan, majd utána Finnországba költöztem, és amikor otthon voltam a gyermekemmel, akkor megláttam egy hirdetést az egyik újságban, egy olyan pályázatot írtak ki, ami nem finn anyanyelvű íróknak szólt, akik természetesen finnül írtak, de az anyanyelvük nem finn volt, és erre jelentkeztem, és meg is nyertem a második díjat, második helyzet lettem, és ez egy hatalmas lehetőség volt a számomra, mert megismertem a kiadót, aki egy nagyon jó kiadó, és megkérdeztem tőlük, hogy ők kíváncsiak lennének-e valami hosszabb munkámra is, és azt mondták, hogy igen, ami nagyon meglepődtem. Érdekelte őket, úgyhogy neki láttam az írásnak, és mondták is, hogy tényleg látszik, hogy szükségem van hosszabb művekre is, és így született meg a 27 című könyv. És igazából ez azért volt fontos, mert és azért tartom magamat szerencsésnek, mert én nem mertem volna ezt megkérdezni magamtól, hogy kíváncsiak-e a művemre. Nem tudtam semmit sem a könyvkiadásról, így viszont lehetőségem volt írni. Az előbb említette, hogy az első könyv az, vagy az első megjelenés az viszonylag egyszerű volt, a második sokkal nehezebb. Igen, ezt akartam később kérdezni, de akkor most teszem fel, hogy mennyire volt nehéz a második könyvéhez kiadót találni, illetve volt-e nyomás, hogy egy olyan színvonalú művet tegy el az asztalra, mint az első, ami egyébként zseniális? Well, this is a... Igen, ez nagyon érdekes dolog, hogy általában az újságírók az első és második könyvről kérdezgetnek, és ezeket összehasonlítják, de nagyon fontos megemlíteni, hogy én gyerekkönyveket is írtam közte, tehát igazából én a második könyvemnek egy gyermekkönyvet tartok, a Zsiráf mamát, még akkor is, hogyha az írása közben már egy másik regényemen dolgoztam, és egyfajta szünetet tartottam az írás közben, és akkor született meg a Zsiráf mama. Igazából van, természetesen van némi nyomás ilyenkor az emberen, ez természetes, de a kiadóval nem volt nehéz dolgom, hiszen Helsinkiben a kiadók hosszú távra terveznek, minőségi írókat keresnek, és nem zavarja őket, hogyha egy-egy regénynek a megírása hosszabb időt vesz igénybe egyáltalán. És nem lesznek szomorúak akkor sem, hogyha ez valóban hosszú időt igényel. Például múlt esztendőben volt Laura Lindstedtnek az Oneirion című könyv, ami megjelent, ami 8 évig tartott, ennek a megírása 8 évig tartott, és ez semmilyen gondot nem okozott ott. Tehát, hogyha időre van szükség, akkor ők megadják ezt az időt, az rendben van, ez jár mindenkinek. Ami fontos a könyvírással kapcsolatban, azok a különféle juttatások, ösztöndíjak, amiket az írók kapnak, és ezzel kapcsolatban mégis azt kell, hogy mondjam, hogy van egy időkorlát, aminek az íróknak meg kell felelniük. Ez egy, nekem úgy mondták, amikor kezdőíró voltam, hogy 7 év. Tehát 7 évvel kell számolni, 7 éven belül ki kell valamit adni még, különben már nem fognak járni a különféle ösztöndíjak és juttatások. Tehát ez az a maximum időszak, amit egy író azért kap a regényeinek, műveinek megírására. Ez természetesen Finnországra érvényes. Hogyha visszatérek még a második könyvemre, amit írtam a Zsiráfamára, itt fontos megemlíteni, hogy ez egy fajta munka, élvezet volt számomra ennek a megírása. Időközben vált, írás közben komolyodott meg ez a munka. És még az is fontos ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy Finnországban és Szlovákiában is megjelent, és tulajdonképpen párhuzamosan írtam a kettő könyvet, tehát a két nyelven párhuzamosan készült el a finn és a szlovák kiadás. So, yes, I think it's the right word.
Akartam kérdezni, de akkor csapogjunk egy kicsit, hogy nem okozott nehézséget finn gyerekeknek írni mesekönyvet, amikor egy egészen más kulturális közegben nőtt fel. Ez nem volt semmi probléma, nem okozott semmi problémát? That's true, and that was actually the problem. Amikor ez egy érdekes probléma, amikor én gyerekkönyveket írtam a szlovák újságnak minden hónapban, akkor igazából nem volt könnyű dolgom, hiába Szlovákiában töltöttem a gyerekkoromat, és amikor egyébként Finnországban megkértek arra, hogy írjak szlovák, a szlovák mesék alapján írjak finn meséket, akkor először azt mondtam, hogy nem, én erre nem vagyok képes, hiszen nincsen meg a tapasztalatom, és nincsen meg a nyelvi tapasztalatom se, hogy gyerekeknek írjak finnül. Azonban megszülettek a saját gyerekeim, és beleszoktam ebbe a gyermek nyelvezetbe, megtanultam. Természetesen a 2010-es évektől, tehát 2010-es friss gyermek nyelvet tanultam meg, és akkor itt ötlött fel bennem az, hogy vajon gond, de hogy én a 80-as években Szlovákiában éltem meg a gyerekkoromat, azt a nyelvet tanultam meg, míg a finn gyermek nyelvet pedig a 2010-es években sikerült elsajátítanom, és rájöttem, hogy a 80-as évekbeli nyelvezet az nem is lenne olyan hatásos, nem is lenne érdekes a gyermekek számára. Ez a friss tapasztalat sokkal élénkebb, elfogadhatóbb. Hiszen én azt látom, hogy most mi a fontos a gyerekeknek, most milyen problémáik vannak, mit jelent Közép-Európában gyermeknek lenni, egy közép-európai gyermek milyen problémákkal szembesül. Ezt tudom visszaadni a könyvben. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük ezt a könyvet, ezt a mesekönyvet, akkor vannak benne olyan történetek, amiket szlovákul írtam még annak idején, és azt lefordítottam finnre, és fordítva, amik finnről készültek el, és utána ültettem át szlovák nyelvre, és vannak bizony benne olyan történetek is, amik mind a két nyelven egyszerre készültek. Ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy két ablak volt nyitva a számítógépen, és tényleg párhuzamosan írtam ugyanazt a történetet két nyelven. Következő kérdése mind a két regényre vonat. Magyarországon a szerkesztők elég sokat tudnak segíteni az íróknak írás közben, tehát hogy kerek legyen, logikus legyen, optimális hosszú legyen a történet. Finnországban ez hogy van? Ott a szerkesztők egyáltalán beleszólnak, vagy csak a kiadó azt mondja, elfogadja a regényt, és akkor már kiadják, nem foglalkoznak vele tovább, hogy javítsanak, vagy ne javítsanak rajta, ha erről tudnám mondani valamit. Nem mondanám, hogy ilyen módon segítenek a szerkesztők, segítik a szerzőknek a munkáját. Igazából adnak tanácsot néha, de minden a szerzőtől, az írótól függ teljes mértékben. Amikor a második regényem megjelent, másik nagy regényem, ez az Antihős, akkor különösen hálás voltam a szerkesztőnek, tehát azért a szerkesztők is segítenek, hiszen együtt végigolvastuk a teljes regényt hangosan, közösen, ami azért nagy szó, mert 450 oldal maga a regény, de ugyanígy együtt dolgoztam egy grafikussal is, és sorról sorra végigmentünk tulajdonképpen az egész munkán, oldalról oldalra, hogy tényleg minden úgy nézzen ki, ahogy én azt eredetileg elképzeltem. Tehát, és a kiadó sem szól bele a munkánkba, tehát az alkotók, az írók szabad kezet kapnak. Azért természetesen segítenek, esetleg megmondják, hogy mi lenne jobb így vagy úgy, de minden az írón múlik. It's up to the author to decide. A 27 avagy a halál teszi a művész című regény főszereplője, Jimi Hendrix rajongó. Ön melyik a 27-es klubba tartozó, mert zenét szereti a legjobban? In a way, all of them. I'm not really fond ez egy nagyon érdekes kérdés. Természetesen nekem is voltak kedvenceim. A Rolling Stones nem sorolnám ide, de Brian Jones sem, ő sem a kedvencem. Viszont én igazából Doors rajongó voltam, Doors hallgattam, Janis Joplin-t, Nirvánát. Még azt esetleg fontos tudni, hogy Pozsonyban, ahol felnőttem, és ahol a 90-es években nevelkedtem, ami egy nagyszerű időszak volt. Ott az én generációm volt egyfajta megosztottság, hogy valaki vagy Doors hallgatott, vagy Nirvánát. Tehát két nagy csoport volt, aztán persze később ez megváltozott, és megjelent a punk hullám, vagy áram irányzat. De én magamat a Doors rajongók közé soroltam, tehát én oda tartoztam. És az is nagyon érdekes, hogy ekkoriban ez a 27-es szám, ez nagyon fontos volt, hogy akkor azt gondoltuk, hogy az ember, mi is majd híresek leszünk, és hát 27 évesen valaki meghal, az nem olyan nagyon korán van, hiszen egy 27 éves ember az már nagyon-nagyon öreg.
Mi ekkor 13-14 évesek voltunk, és számunkra egy 27 éves kor az egy nagyon idős kornak számított. Aztán persze ez megváltozott, és amikor 25 évesek lettünk, a társaságom is 25 éves lett, akkor közülünk kerültek közgazdászok, már akkor otthon voltak néhányan gyermekedjesen, van, aki a Dell-nél dolgozott nagy multivállalatoknál, ami merőben ellentmondott annak, amit mi 13-14 évesen képzeltünk el az életünkről. Akkor nekünk ugye 13-14 évesen, a 27 éves kor egy határ volt, amikor ameddig az ember még mentálisan friss maradhatott, és utána jött a hanyatlás. És a 27. születésnapjainkon mi egymást köszöntöttük, boldog születésnapot kívántuk, és hogy ugye most már ez az utolsó év, amikor mentálisan frissek vagyunk, és készülni kell a legrosszabbra. Az utolsó kérdésem, mit kell értenünk az anarchista mesekönyv fogalmán? I don't know, I don't have a clue. Nem, ezt nem szeretem ezt a kifejezést. Nem tudom miért, de Finnországban azt gondolják, hogy egy mesekönyv nem csupa rózsaszín, ahol hercegnők találkoznak a hercegekkel, vagy ahol a kisgyermek átöleli az édesanyját, akkor azt már mindjárt anarchistának bélyegzik meg. Ha valami egy picit eltér a megszokottól, akkor erre az egyetlen szó, amit használnak, az rögtön az anarchizmus. De én nem vagyok egy ilyen lázadozó fajta, és hogyha egy igaz, tehát ha valóban anarchista lennék, akkor meg is sértődnék, hogy ezt a szót erre a könyvemre használják. Hiszen ez egy félrehasználat, vagy nem a megfelelő használat ennek a szónak. És zavaró is. Nagyon sokszor lehet olvasni mindenféle kritikákban gyermekkönyvekről, hogy anarchista, de ez nem helyes meghatározás. Ez egy újságírói probléma tulajdonképpen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Thank you for the interview.